két egészen különböző, de nagyszerű portréfilmet láttunk, két fantasztikus és szerencsére még messze nem befejezett életútról és életműről. És ugye itt ugyan a középpontban természetesen maguk az akadémikus alkotók, illetve előadó művészek vannak, de azért a két film is önmagában is nagyon fontos alkotás. És arra gondoltam, hogy most, hogyha ebben a szerencsében részesülünk, hogy mind a két rendező is itt van, Petrovics Eszter és Kovács László, hogy először őket kérdezném, hogy ezt a gyakorlatilag lehetetlen feladatot, hogy egy ekkora életművet 52 percben bemutassanak, ezt hogyan készítették elő? Hogyan fogtál ehhez hozzá? Persze tudom, hogy ismered Záborszky Kálmán munkásságát régóta, és hát többször dolgoztatok együtt, de én, ha filmrendező lennék, és meghallanám ezt az 52 percet, akkor nagyon megijednék. Hogyan készült a film? Hát ez valóban nagyon nagy segítség, hogy ismerjük régóta egymást, tehát van egy olyan személyes kapcsolat és szakmai kapcsolat, ami hát nagyon hozzásegített ahhoz, hogy ez gördülékenyen haladjon. Hát egészen praktikusan készültünk föl, tehát többször elmentem az iskolába, többször leültünk beszélgetni, és hát elsősorban úgy éreztem, hogy olyan filmnek kell születnie, amit a Kálmán szeretne. Tehát kicsit ez a titka szerintem, hogy semmiképpen sem egy olyan koncepciót vagy tervet ráerőltetni, amit nem akar, hanem minden inkább gyengéden és odafigyelve, gondoskodva teremtsünk köré egy olyan szituációt, olyanok szólaljanak meg, akik szeretik, tisztelik, és akikkel ő jól érzi magát. Úgyhogy ez kicsit megkönnyíti a dolgunkat, pláne ez hálás téma, hogy gyerekek vannak, hogy növendékek vannak, hogy olyan tanárok vannak beleértve téged, és aki hát nagyon, nagyon kötődnek hozzá és az iskolához. Tehát bevontad őt folyamatosan? Na most azt hiszem, a te dolgod még nehezebb volt egyébként talán, mint Kovács Lászlóé, amiatt, hogy Záborszky Kálmánnak egyrészt van egy hatalmas zenekarépítő pedagógusi munkássága, ugyanakkor pedig egy karmesteri. És tehát az is, ugye egy művészi, előadó művészi munkássága is. Ez tudatos volt ez a választás, hogy te most elsősorban a pedagógust, a zenekarépítőt, az intézményvezetőt mutatott be, és egy picit kevésbé mutatott be nekünk az előadó művészt? Ugye, ez egy nagyon összetett dolog, mert ugye abból főzünk, ami van. Tehát itt sajnos arról is szól a dolog, hogy fel kell térképezni, hogy milyen háttéranyagok vannak, milyen archívanyagok vannak. Tehát azért meghatározza azt, hogy milyen lesz egy film szerkezete. De hát itt azért engem az izgatott elsősorban, hogy ez, amit ő létrehozott, és ami édesapjával indult, tehát hogy ezt az 50 évet megmutassuk, hogy ő hogy épült bele ebbe, és hogy épített tovább valamit. Köszönöm szépen, és most akkor Kovács Lászlóhoz fordulok. Az ön esetében mi volt az alapkoncepció? Ön miből indult ki, amikor egy ilyen óriási nagy életművet kellett bemutatni? Hát ezzel szemben a véletlen. Szerintem az segített, hogy én lettem a Fintaporti rendezője, hogy nem volt senki, aki másnap tudott volna elmenni kiállítást megnyitót fölvenni. Szeptember 29-én volt a megnyitó, és az volt a kérdés, hogy és holnap tudnál jönni forgatni? Mivel nekünk egy kis stúdiónk van, kamerával, mondtam, hogy Finta József, persze. Úgyhogy félretettem mindent, sikerült rögzíteni akkor a kiállítás megnyitót, és azután következett az anyaggyűjtés. Mindent elolvastam, amit lehet, hogy úgy tűnjek, mint aki semmit nem tud Finta Józsefről. Szóval itt ilyenkor, amikor az ember kérdező, igazából ez a feladat, hogy ne egy barát üljön ott, aki már úgyis tud mindent, hanem egy érdeklődő idegen. Hát én ezt ebben a szerepben próbáltam vele élni magam. Körbe kérdeztem az ismerőseim között, hogy tudjátok-e, ki ez a Finta József? Csak az öregek emlékeztek ezekre a nagy vitákra. Azok az emberek, akik ott laknak a Finta épületek szomszédságában, azok természetesnek veszik, hogy ott van, de nem ismerik az építészt. Ez egy borzasztó nehéz dolog egy építésznek, gondolom elviselni, hogy használják az épületeit, de nem mindig tudják, hogy kinek köszönhetik ezeket a csodálatos építményeket. Körbe kérdeztem a családomban, ahol több építész is van, a fiatal hölgyekről van szó, nem nagyon tudtak Finta épületeket mondani szakemberek. Tehát akkor eldőlt a műfaja is, hogy most nem egy ilyen benső beszélgetés lesz valóban, hanem csinálunk egy Finta
hogy mondjam, egy lexikont. Tehát ahol A-tól Z-ig megmutatjuk, hogy tudjátok, azok az épületek ott a Dunaparton, a Váci úton és másút, ezek kinek köszönhetőek. Azt sajnálom, hogy rengeteg dolog nincs benne a filmben, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy vegyek itt az Oral History-t, itt a Magyar Művészeti Akadémia, hál' Istennek mindent eltesz, így pontosan ide bespájzolják ezeket a teljes forgatott anyagokat, mert rengeteg jó kis sztori van. Hát például ott van az, hogy mikor Finta Mester, aki egy fantasztikusan kedves és kulturált ember, elmesélte, hogy amikor fiatal építészként építésvezetésre kényszerült, akkor külön leckéket vett káromkodásból, mert egy építőiparban csak annak van ugye becsülete, aki rendesen tud anyázni. Úgyhogy ilyen történetek kimaradtak. És akkor most hát forduljak az akadémikus urakhoz, Finta Józsefhez, aki hát minden létező díjat megkapott, ugye Ybl díjat, Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, és a Nemzetművésze díjat is. És amikor az előbb kérdeztem, hogy ő maga miről mesélne szívesen, akkor egy számomra nagyon kedves dolgot mondott, mert hát azt mondta, hogy az indulásról, hogy hogyan is lett ő építész. És itt mielőtt igazából erre rátérnénk, én már előre mondom, hogy Záborszky Kálmánt is szeretném majd az ő édesapjáról kérdezni, hiszen ő az édesapja munkáját folytatta, az valami egészen páratlan, csodálatos dolog, ahogyan ő tovább vitte azt, amit Záborszky József elkezdett, és az ön esetében pedig ugye olvastahattam is, de itt utalás is van benne, vagy erről a filmben, hogy ön írónak, illetve festőnek készült, és az édesapja akarta azt, hogy az építészettel foglalkozzon. Szóval hogy volt ez az indulás? Hát körülbelül így volt, tehát hogyha mi Erdélyben maradunk, persze már 9 éves volt, amikor menekülni kellett, akkor biztos, hogy író lettem volna, vagy költő, mert hát édesapám, hogy a filmben is elhangzott, kiváló műfordító volt és jó költő. És ugye egyébként is Kolozsvár hangulata azért az irodalomnak kedvez. Aztán én egy kiváló gimnáziumba jártam, a Lónyay utcai református gimnáziumba, ahol a gimnáziumnak az volt a filozófiája, hogy az, hogy valaki kitűnő tanul, az nem jelent semmit. Amikor harmadik gimnazista volt, amikor az év végén a Lónyait megszüntették, a egyházi iskolákat, akkor a József Attila gimnáziumba kerültem, és akkor az osztályunk úgy végzett, hogy 18 kitűnő volt benne. De az iskolának az volt a filozófia, hogy akkor értem valamit, ha valamelyik körben, matematika körben, rajzkörben, irodalmi körben, gyorsíró körben, vagy tankörben valamit el lehet, és sportolni kellett, valamit el kellett érni. Tehát én amikor egy pár évig futottam, és elég versenyszerűen, és mindig amikor felvettem a Lónyay és mezt, akkor egy-két tized másodperccel jobbat futottam. Mert valahogy az iskola ezt jelentette, és ez volt a Lónyay, volt nekem az egyetemem. Az egyetem aztán már jól ment, tehát kivéve, amikor nem, de tulajdonképpen nekem el kellett érni ezt a 4,5-4,6-4,7-es átlagot, mert édesapámnak, ha már ketten voltunk csak, alig volt nyugdíja, és hát viszont ez a népköztársaság ösztöndíj, ez 800 forint volt akkor. Apunak nem volt 400 forint a nyugdíja, úgyhogy én fantasztikusan éltem ezzel, és akkor tanultam meg, hogy bizony versenyezni kell, és el kell érni eredményeket, és hát azóta is versenyzek, most már egyre öregebben. Nehezen megy már. De azt hiszem egyébként ez az egyik legnagyobb adomány, vagy égi kegyelem, amit az ember kaphat, hogy így indulhat el. Mert az nagyon nem mindegy, hogy kik és hogyan befolyásolják, akár a szülőkre, akár az iskolai szellemre, a tanárokra gondolok. De most akkor Záborszky Kálmánhoz fordulok, ugyanezzel a kérdéssel, és őróla is hadd mondjam el, itt ugyan elhangzott, hogy Liszt díjas, no de hát ugye ez 2013-ban készült ez a film, úgyhogy később aztán érdemes művészi címet is kapott Záborszky Kálmán.
Nem volt az nyomasztó soha? Nem akartál, ugye mi tegezzük egymást természetesen, nem akartál soha ellenszegülni ennek az atyai mintának, amit Závodszky József adott neked? Ez olyan természetes volt, hogyha ő zenekart vezet és karmester és intézményt irányít, akkor te is ugyanezt kell, hogy csináljad? Nem lázadtál? Nem, nem, ez nem egész így van, de lázadás az volt. Szóval igen? Nem, persze. Ma azt látom, és a Fintő József filmjől lehetett látni ezeket a finom megjegyzéseket, hogy a pártállamban, vagy pedig a 90 után, hogy az 50-es, 60-as években édesapám végig élvezte az összes hülyeséget. Ez elmondani nem lehet, mennyi megaláztatást kellett látnom, hogy amiket átélt, és nyelni, mert akkor azért nem úgy volt. Ha azt akar az ember, hogy egyben maradjon az, amit csinál, akkor ha nem is, hát ő is lépett be persze a pártba, meg minden, stb. Ezek mindig hátrányos helyzeti dolgok. De hát a hatalmas küzdelmet azt láttam, és azt, hogy egy semmiből csinált valamit, hát szóval ezt én átvettem valamit, szóval azért ezt hozzá kell tenni. Az más kérdés, hogy persze örülök annak, hogy ez kibontakozott, ezt világosan látta, hogy ez jó irányba megy, és akkor tényleg nagyon büszke volt arra, hogy nem volt hiába való, amit ő csinált. Köszönöm szépen, és most egy picit a máról is beszéljünk. Azt mondta az egyik tervről, hogy jó, hogy az nem valósult meg, és hogy azt az épületet, aminek a helyén az ön új épülete állt volna, azt nem bontották le. És aztán persze volt szó olyan megvalósulatlan tervekről is, amelyek viszont hát jó lenne, hogyha megvalósulnának. Most mind dolgozik, vagy melyik az a terv, aminek a megvalósulását nagyon szeretné látni, megérni? Önmagában nagyon hát furcsa dolog az építészetben az, hogy néha egy tervnek a kihordási ideje 10 év, és az ember 10 év alatt nagyon-nagyon megváltozik. És például nekem mániám volt, hát mondtam már 2000 körül, 2002-ben, hogy Budapestnek kell egy igazi kongresszus központ. Az előzőt is én csináltam a kollégáimmal, ez a Budapest kongresszus központot, de az egy kicsi, és az egy magánberuházás szerűen ment, most a Novotel szállóhoz tartozik, tehát nem működik úgy, ahogy kellene. Itt kell egy igazán nagy Európával versenyző 4-6-8 ezer fős kongresszus központ, ami persze a kultúrát is kell tudja, hangversenyeket, stb. És 2002-ben már úgy tűnt, hogy megépül, aztán utána elhalt, aztán utána most már megint majd 4-5 éve úgy tűnik, hogy megépül. Most már közbeszerzési pályázatot megnyertük. Tulajdonképpen a koncepcióterv megvan, és még egy aláírás hiányzik, és akkor kezdhetjük az engedési tervet, és talán 2019-re meg is valósulhat. De és ez az, ami a legfontosabb tervem. Tulajdonképpen azt mondom, hogy azért maradok még a szakmában, mert igazából ezt otthon mindig megkapom, és annál borzasztóbb nincs, mikor egy feleségnek igaza van. Hogy miért nem maradunk? Ő azt mondja, mert ő is bejár ugyanúgy a stúdióba dolgozni, mert nem akar engem egyedül hagyni, az a mániája, hogy akkor nem jövök időben haza, és teljesen igaza van ebben is. Hogy tulajdonképpen otthon kéne maradni, festeni, verset írni, utazni, pihenni, olvasni, kávéházba üdögélni, hangversenyre járni, és élvezni az életet. És erre már mind a ketten eléggé rászolgáltunk, de valahogy nem megy. És aztán van egy nagyon nagy munka, amit megint csak már 98-ban volt, ez a Nyugati Pajdvar teljes befedése, és ott egy olyan összesen 25 hektár ilyen zöld területet, városrészt, stb. Csinálni. Budapest legszömösebb része a Terézvárosnak, ez a része a Terézvárosnak, ez a tömbje. Egyik oldalon az Andrássy út határolja, másik oldalon a nyugati, és egyszerűen ott késő este már igazán egyedül az ember nem igen mer kószálni, és a nyugati pedvarba beérne a liget, ott múzeumokat, gyerekintézményeket, mindenfélét lehetne csinálni, és egy fantasztikus zöldet.
állatkertet fejleszteni, stb. És hát szerintem 10% sansza van, hogy megépül, de ezt még csinálnám. Ezt köszönöm szépen, és nagyon megkapott engem, amikor többször is mondta ezt, hogy az építészetnek a közösséghez kell szólni, szóval közösségi tereket kell létrehozni. Azért azt még megkérdezném, hogy ha Budapest, amelynek ön szerelmese, mint ahogyan sokan szerelmesei vagyunk, hogyha egy területet választhatna, aminek úgy az egész profilját, arculatát átalakíthatná a közösségi használat érdekében, akkor melyik lenne az? A Dunapart? Hát igen, azt azért hozzátenném, hogy Budapestet nem kell átalakítani, Isten őriz. Csak egy-egy területre gondoltam. De a Dunapart valójában szerintem a világ legszebb fővárosa és Európa egyik legszebb városa, és még azért nincs a helyén. Hát szerintem Bécset kultúrájával, propagandájával, turizmusával mindenivel el lehetne darálni, mert Budapest annyival szebb város, és élőbb, és izgalmasabb. A Duna fantasztikus léptéket ad a városnak, és a Dunának megvan az a trükkje, hogy egyszerre hallatlan lendülettel ketté választja Budától Pestet, de olyan a kettéválasztás, hogy még a parton járva, a túlparton érzékelem az embert, amiből egy egészen furcsa együvé tartozás is keletkezik, és az a látvány, ami a Gellért hegy, a vár, a budai hegyek, és a pesti oldal, és a Duna, és a hidak együtt, ez utolérhetetlen gyönyörűség, de a Duna még nincs kihasználva. Elképzeltem, hogy a Dunán egy ilyen közel 400 méteres lakóhíd, ami többszintes is lehetne, és ahol tényleg nyüzsögnek az egyetemek, és fantasztikus egyetemi, kulturális életet és persze turisztikai életet lehetne a Duna fölött kialakítani egy ilyen híddal. Az egyetemi kampusz is életet kaphatna ezáltal, és nincs ilyen a világon. Tehát fantasztikus hidak vannak, fantasztikus technikai bravúrok, de ilyen lakóhíd nincs. És nagyon sokáig a kormány is, és maga a miniszterelnök úr is meg volt győzve erről, aztán utána jöttek mások, akik sokkal jobb ötletekkel alakítják most Budapestet, és ez a híd most egy kicsit úgy eltűnt. Értem, köszönöm szépen. És Záborski Kálmánnak is szeretnék föltenni egy olyan kérdést, ami a jelenre vonatkozik, és kicsit jobban ráterelve a figyelmet az ő karmesteri, előadó művészi munkásságára, ugyanis nem régen, hát a múlt hónapban, konkrétan áprilisban egy zenetörténeti jelentőségű bemutató volt, aminek Záborski Kálmán lehetett a karmestere, és most ebben a pillanatban nagy szeretettel köszöntöm itt a nézőtéren Dubrovai Lászlót, Kossuth-díjas zeneszerzőt. A Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagját, akinek egy táncjátékát, a Faust az elkárhozottat vezényelhette el Záborski Kálmán a Művészetek palotájában. A Pécsi Balett adta elő a táncot, Vince Balázs volt a koreográfus, és hát természetesen az Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekara játszott. Kálmán, téged szeretnének kérdezni arról, hogy most, hogy 25 évnyi igazgatás után az igazgatói munkáról lemondtál, és most a zenekari nevelés, és a karmesteri munka van tényleg előtérben. Mit jelentett neked ennek az új hatalmas kompozíciónak, a Faust az elkárhozottnak a bemutatása? Mi a pillanatművészetét csináljuk. No de, ez a pillanat művészete azért sokkal messzebb mutat. Dubrovai László egy fantasztikus jó darabot írt, és ez a zenemű és táncjáték, ez egy első pillanatok kezdve utolsóig egy nagyon komoly elemzést is kívánt. Tehát ennek a műnek nagyon összetett rendszere van, de átlátható teljesen. A témák önmagukban élnek, aztán egyik téma másikkal találkozik, szóval rengeteg kihívás van. Most ebből kifolyólag az előadás pedig roppant nehéz. Én szerintem ilyen nehéz darabot még nem játszottunk. Hát azért elég hamar
rákaptunk a dologra, mert én mindig mondtam, mi történik a színpadon. Amit ők egyébként sajnos még nem láttak, mert az árokban játszottak. És eljutottunk oda, már a bemutató előtt másfél héttel, hogy a zenekarna azt láttam, hogy nagyon szeretik a darabot. És akkor jött a mester, és három nagyon erős közös próbánk volt. Roppantól érdekelt az, hogy mit szól hozzá, meg egyáltalán mi a tennivalónk. Nagyon jó tanácsokat adott, és hát meg kell mondjam, hogy én még ehhez hasonlót nem látom, hogy ez a darab 20 évvel ezelőtt született, akkor vetette papírra. Most ezt nem mondom el, hogy szégyen gyalázott, ezt az operáz nem mutatta be, mert valójában ez odavaló. De reméljük eljut ez a pont is, és ezt állandóan játszani kellene. No de, amikor eljött a próbára, tényleg pillanat alatt egy-két olyan dolgot mutatott, és akkor láttuk azt, hogy hihetetlen ismeri a darabját, én nem is tudom, hogy emlékezett rá, hanghibákat, a kottaírási hibáktól kezdve mindenféle dolgot mondott, amitől azt kell mondjam, hogy még tovább tudtunk ebbe a darabból azonosulni. És amikor a táncosokkal találkoztunk, akkor már csak a tempóknak a behangolása volt a feladat. Nem volt egyszerű, mert összesen három próbánk volt a táncosokkal. És a balett az egy nagyon érzékeny műfaj, tehát nem lehet akármilyen tempót csinálni. Szóval vannak lépések, amit nekik meg kell csinálni, és az, ha túl gyors, akkor kapkodni kell, ha lassú, az se jó, mert akkor nem tud a levegőben maradni. Szóval ezek ilyen dolgok vannak. Szóval, na most ezzel együtt ez valami tényleg csodálatos élmény volt mindenkinek, a zenekarnak, azt hiszem a táncosoknak is, és a Tapsból ítélve a közösségnek is nagyon-nagyon tetszett a darab. Úgyhogy én szerintem ez volt nekünk most a egyik fő dobásunk, ami utóbbi időben volt. Engem nagyon megindít az, hogy mennyire nagyszerű mesterek, mennyire tehetséges emberekről készíthetünk mi filmet, és valahogy azt gondolom, hogy ez ránk is hat. Tehát, hogy borzasztóan jó dolog. És ugye kérdezted az előmunkálatokat, tehát hogy ugye én szerencsés helyzetben voltam, mert Kálmánt ismertem. De az, hogy módunk van arra, hogy úgymond felcincáljunk egy embert. Hogy megismerjük, hogy velük legyünk, hogy az életükbe kicsit belelássunk, hogy megszerethessük őket. Ez borzasztó sokat jelent, és azt gondolom, hogy talán így tud születni valami szép közösen. Hogy annyit vagyunk együtt, annyira csapatmunka az operatőrrel, a vágóval, a szerkesztővel, az alannyal, és hogyha az alany hajlandóságot mutat, és ki tud valami közös dolog alakulni, akkor az annak nagyon szép a végeredménye, és ezért borzasztó jó dolog a mi szakmánk is, hogy hittel csinálhatjuk, mert olyan emberekről lehet készíteni valamit, ami minket is nagyon előre visz, és egyre inkább gazdagodunk. Hát ez így van, és szívből gratulálok ehhez, mert ez tényleg egészen hihetetlen élmény volt. És kívánom neked azt, hogy hát ugye, ahogy az előbb Pinta József is elmondta, hogy ő már annyira vágyna arra, hogy festegesen, írogasson és kávéházba járjon, te pedig azt hiszem, hogy egy évtizeddel fiatalabban most igazából arra vágysz, hogy az igazgatásnak a sok, hát részben azért bürokratikus terhét leadva a tanításnak, és hát elsősorban ugye az előadó művészetnek, a karmesterségnek szentelhessed az idődet. Úgyhogy mind a két akadémikus úrnak még egyszer gratulálok, és kívánom nekik, hogy úgy tölthessék a következő éveiket, ahogyan szeretnék, és hogy még nagyon sok minden születhessen az alkotó műhelybe. Én csak annyit mernék hozzászólni, hogy végül is egy mozi esten voltunk, ahol két eléggé különböző, más-más metodikájú filmet volt szerencsénk látni. Jelezném, ami engem kvázi meghatott a Záborszky Kálmánról készült portréfilmben, mert effektíve beavatott magának, a nevelésnek, a próbáknak az esetlegességébe, tehát abba,
amit ugyan lehet ismételni, csak akkor már soha nem lesz ugyanolyan, mint hogyha az eredetit látjuk, a soha vissza nem térőt, és ezáltal elhihettük azt is, ami csak egy fogalmi kijelentés volt, hogy minden egyes gyerekkel tárgyalt. Hát én elég sok iskolába jártam, nem igazán volt úgy, hogy az igazgató, nem hogy mindenkivel, de többek közt velem se tárgyalt. Hogy a másik filmről is szóljak néhány szót azért, ott is torokszorító volt, részben a Volga szálló, részben ez a meg nem valósult, és amire azt mondta ugye a Finta úr, hogy hál' Istennek meg nem valósult mű. Ezek azért lényegesek egy portréfilmbe, mert hogyha semmi árnyoldalát nem mutatjuk be egy személyiségnek, akkor hiteltelenné válik a szidolozás. Ha csak a jóról szól, csak a kitűnőről, csak a szépről, a mókáról és a vókáról, hagyj ne ragozzam tovább, hát ez, szóval ezekre ügyelni lehetne, de hát ezt hosszabban is meg lehetne beszélni, ha lennének sokan filmesek, és tényleg rátérnének arra, ami ezeknek az estéknek talán a lényege lehetne. Köszönöm. Ez tényleg egy lényegi különbség volt a két film között, hogy Finta József portréfilm magára a Finta életműre koncentrált, viszont az, amit Petrovics Eszter készített Záborszky Kálmánról, ott nagyon, hogy mondjam, szóta, az a szellemiség jött át, amit Záborszky Kálmán megteremtett ebben az intézményben, a zenekarban is, és az iskolában is, ami hát egy monstre intézmény, hiszen azért gondoljanak bele, hogy egy kerületi zeneiskola és egy zeneművészeti szakközépiskola, és ahogyan elhangzott, ugye 13 különféle együttes. Ha nekem lehet egy záró kérdésem, hogy Finta Józsefet, az építészt, mennyire befolyásolja a zene, és Záborszky Kálmánt, a zenészt, mennyire befolyásolja az építészet? Hát nagyon szeretem a zenét, és hát volt idő, amikor nagyon-nagyon sok hangversenyre jártunk, bérletünk volt, stb. Most valahogy nem volt időnk igazán ezt megszervezni, de alapeleme a zene az életemnek. Édesanyám nagyon szerette az operát, és ezt azért le kell mondjam, mert ez egy egészen nevetséges, vicces történet, hogy mama aput is elvitte az operába, édesapámnak faragott fa füle volt, bot füle, tehát valójában szerintem semmit nem érzékelt a zenéből, de eljött persze parancsra. Én meg olyan 13-14 éves voltam, 12 éves, és akkor is azért ilyen vizuális alkat, és akkor volt az operának az a korszak, hogy egy tonna alatt azért nem volt szoprán, meg mezzoszoprán, és valahogy engem, akit azért a formák nagyon izgattak, emlékszem, a turandotba pedig rettesen féltem, elől ültünk valami, és féltem, hogy a néni legurul a lépcsőről, és letarol. Ugye az operát máig nem nagyon szeretem, de a klasszikus zenét nagyon-nagyon. És esetleg munka közben is szól a zene? Valamikor igen. Amit az építészetben én tanítok, az főleg a statika. Tehát azok a kérdések, ami az építészetben akár a kupola, rögtön mutatok egy példát, hogy egy kisgyereknek hogy kell megtanítani, hogy hogyan kell tartani a kezét, tehát mondjuk a csellónál, ugye így érdemes billenteni. És ez nagyon érdekes, ha kicsit tovább képzelik, ez egy fél kupola az ujjunk, ugye? Ez mindent elbír. Tehát egy kisgyereknek először megmutatom a Szentpéter bazilikának a kupoláját, nagyon jó felvételek vannak, és akkor rávezetem arra, hogy tud ez ott maradni a helyén. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ez a gyerekeknél, a építészetnél, tehát azok a ritmusok és azok a látványok, ami egy csodálatos épület sugal, hát ez egy olyan, mint egy jó zenemű. Hát ez ugyanúgy minden pontja ugyanaz. Tehát ez ott van benne fugától kezdve minden.